Megosztjuk reményünket a nemzettel, ez a jubileumi évnek a mottoja. Számomra reménységet és bizalmat ad a múltnak, a jelennek és a jövőnek az összefonódása. Lehetőséget érzek arra, hogy a gyökereinkre tekintsek, személy szerint én is. Azt szokták mondani a régi öregek, hogy diófát se önmagának ültet az ember, hanem a jövő nemzedékének, a gyermekeinek, az unokáinak. És most ez számomra azt jelenti, hogy visszatekinthetek erre a gyökér múltra, visszatekinthetek az alapító anyánkra, az ő életútjára, karizmáira, és az előttünk élő nővéreknek a szolgálatára, imádságos lelkületére, és ők értéket közvetítettek számunkra, olyan értékeket, amelyet a jelen pillanatban is átélhetünk, és úgy érzem, hogy nekem reményt ad, hogy ezeket az értékeket újra és újra kibontakoztathatom a saját szolgálatom, ima életem által. Nagyon szép és nagy családból származom, és ez a kötődés mind a mai napig megvan. Nagyon gazdag életútra tudok visszatekinteni, így már 70 év után, és csak hálával tudok az Úristennek lenni mindazért, a nehézségeket is beleszámítva, amit átéltem, és mindezzel, amíg ad időt és lehetőséget, másokat szeretnék segíteni és gazdagítani. Levonva az egészre, konzekvenciát, szép életem volt. Én olyan boldog voltam, hogyha egy karácsonyi ebédet megfőztük. Én házi nővél akartam lenni, és az is maradtam végig. És a másik az, uram, hogy én nagyon szeretek dolgozni, csak azt sajnálom, hogy most semmit nem tudok már csinálni. Olyan tortákat csináltunk, pedig nem voltam szakács, de megtanultam. Mindenféle süteményt meg tudtam már csinálni. Én nem is kívánkozok haza, mert nekem itt nagyon jó, komolyan mondom. Annyi, hát itt szemben van velem a kápolna. Oda látok a tabernákulumra. Ez egy ajándék. Jó Istennek az ajándéka. És nekem ez nagy öröm. Én boldog vagyok, és nem bántam meg, hogy nem tanultam. Mert hát takarítani is kell valakinek. Vagy mosni, vasalni, nem főzni, azt nem tudok. Én azt mondtam, mikor bejöttem, hogy én azt csinálom, amit mondanak, én vállalok más munkát is, és én nekem a lényeg az, hogy jó Istennek éljem. Istennek adott élet a lényeg. Nem az, hogy én most katedrál legyek, vagy azt tudtam, azt mérlegeltem, hogy én azt úgyse bírnám egyetemet. A mi alapító anyánk, a tisztelendő anyának ez volt az elgondolása, hogy tudjanak a tanárnők és a tanítónők tanítani, ne legyen gondnuk, hogy ki mos rájuk, ki főz rájuk, ki takarít rájuk, és ezért voltunk, mint házi nővérek, tetszik tudni. De mi szándékosan vállaltuk ezt, én is szándékosan vállaltam, mert hát tényleg lett volna a szüleimnek, hogy tanítassanak, de én nem akartam. Sose gondoltam, hogy én a védőnői pályán fogok működni. Addig kínlottam, hát könyvelőként, meg nem is tudom, húsipari célgazdaságban is dolgoztam, akkor mint munkásember. Amikor már én egy kicsit nagyobb voltam, mondjuk negyedikes, vagy akkor már a kicsikkel foglalkozhattam. És amikor én gimnazista voltam, és nekem mondták, hogy jó pedagógus lenne belőlem, gyerekekhez elég jól értettem, akkor ugyan én mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, mert hát a butákat nem szerettem, de ugyanakkor pedig mégis szerettem, mert sokszor volt ilyen élményem, hogy valaki azért volt
buta, mert nem értette, hogy miről van szó, és amikor sikerült megértetni vele, akkor egyszerűen felzárkózott. És akkor onnantól kezdve a buta jelzőt el lehetett hagyni, sőt, ugye akkor talán a pedagógus is segített, hogy hogyan kell akkor lecserélni ezt a jelzőt. Mikor jöttek, azok sorba álltak az asztal előtt. Az a kis elsős, így a kis kezével, ahogy imádkozott. Hát én nekem az. Olyan élmény volt az egész. Bementem, tanulgattam a nevüket, mert annyira szerettem őket, még akkora öröm volt. Mellettem ült egy erdélyi anyuka, a kislánya, és akkor mondom az anyukájának a szünetbe, ezt a kislányt nem lophatnám el egy kicsit levinni a konyhába, mert azok nem voltak ott a konyhások, dolgoztak, de hát én vágyogtam oda. És akkor azt mondja, jó van, vigyem csak. Gondoltam, majd ott valamit a tudok is neki adni. Egy másik kislány is volt egy kis árva. Aznak meg az édesanyja kicsi korában meghalt, és akkor, hát az meg különösen nagyon kis aranyos volt, annyira, mert ott nem úgy hívtak, hogy Terézita, itt úgy hívnak, ott csak Terézke néni voltam. És a konyhában is mindig úgy hívtak, de jó volt az úgy. És akkor ez mindig ott beálltott a tálalóblokhoz, meglátottak, már mindjárt kiabált, Terézke néni, Terézke néni. Aztán hát akkor ugye annyira sajnáltam, mivel árva, hát aztán mindig, ha volt, kaptunk így valami kis édességet, akkor neki adtam. És aztán mondta neki, hogy én meg itt vagyok Budapesten. Azt mondja, jaj, majd egyszer bejön. Jaj, a Terézke néni, egyszer majd bemegyek meglátogatni. Három gyermeke van már. Én azt annyira szerettem, azt a kislányt. Aztán, ha utazott, akkor mindig útravalót készítettem neki. 1950-ben a szerzeteseket, a két nagynénémet is internálták, és utána pedig széteresztették, ugye a nyár végén. És akkor ők, amikor szétküldték őket, akkor ugyanúgy oda menekültek a Géci nagyszülei, hát akkor már csak a nagymama élt, mert hát hova menjenek, hát hazajöttek. Akkor én nem is tudtam, hogy nekem két nagynéném van, mert ők hát nem nagyon jártak haza. És amikor ők megjelentek a nagykapu előtt, én 4 éves voltam, 50, nyár vége, és akkor kérdeztem, benéztek, hogy van-e otthon valaki, megkérdeztem a nagyobb testvéreimet, hogy hát ők kik. Mondják, hogy ők édesapámnak a testvérei, különben apácák. És akkor én erre, hogy nem, ez az Úristen csodája, emlékszem rá, hogy azt válaszoltam, hogy igen, apácák, akkor én is ilyen, ez leszek. Ilyen egyszerű, és ez utána már csak kitartás kérdése. De ez teljesen az Istennek, hogy én azt honnan tudtam, hogy mi az, hogy apácani, nem tudom. Valahogy ezt a templomban kapott meg először, vagy érintett meg először a hivatás, hogy ott láttam nővért, és akkor mondtam, hogy én is ilyen akarok lenni, ez még 50 előtt volt. Én sajnálattal hallottam ezt, hogy a nővéreket elzavarták, és nincsenek apácák, mikor én azt szeretnék lenni. És akkor kérdeztem édesanyámtól, hogy külföldön vannak apácák? Azt mondja, vannak. Miért oda is elmenni? Mondtam, igen, elmennék oda is. Aztán én már nem törődtem tovább a szűzanyával, mert én nem voltam sose vallásos. Kerültem még a templomat is, mert gyerekkoromban, amikor azt mondták odahaza, hogy menjek a templomba, és megkérdezik, hogy mit prédikál a pap, akkor azt nekem el kell mondani, mert csak úgy kapok ebédet. Hát aztán úgy is volt, hogy én meghallgattam, és utána kimentem. A tanárok, a legjobb tanárok is megkerestek, és odasúgták nekem, hogy ne félj, én is vallásos vagyok. És az elején még én olyanokat mondtam, hogy én meg nem. Mert annyira dühített ez az erőszak, meg ez a
Hát ugye mi azért például, én kicsi gyerek voltam, amikor a TSZ-esítés történt. Hát majd bele pusztult az egész család, meg az én lelkem is, hogy lesöpörték a padlást tényleg, és akkor dumálnak nekünk arról, hogy majd az igazságosság, meg a nem tudom mi. Naponta az igazgatómmal szemben állok, és mondja ezeket a baromságokat nekem. Érted? Tehát, hogy én most akkor én miért mondjam annak a nőnek vagy férfinak, aki a fülembe súgja, hogy ő is vallásos, hogy én is, tehát hogy olyan hülye helyzet volt, hogy ott csak pusztulni lehetett, mint vallásos ember, érted, vagy sutyorogni, hát ahhoz meg nem nagyon volt kedvem. És nem véletlen, hogy azzal a kérdéssel mentem, hogy emelt fővel akarok a templomba menni, meg onnan kijönni. Emelt fővel akarok keresztény lenni. Két példaképet szeretnék megemlíteni az Úr Jézuson kívül. Középiskolás koromban Boszkó Szent Jánosnak a könyve került a kezembe, a Csavargó barátja című regény, és azt végigolvastam, és nagyon megtetszett az ő szolgálata, hogy ezeket a fiatalokat nevelgette és gondoskodott róluk, és későbbiek során, amikor megismertem az iskolanővéreket, a középiskolai időmben, akkor pedig általuk megismerhettem Boldog Terézi anyát, akit szintén példaképemnek tekintek a szolgálatomban. És egy konkrét esemény volt az életemben, amikor úgy éreztem, hogy én is szeretném ezt a nevelés szolgálatát élni, amikor lelki gyakorlatot tartottak nekünk, 11-ben úgy éreztem, hogy az a lelki gyakorlat üzenete pont az én szívemhez szól, és akkor éreztem először, hogy az Úristen engem is a iskolanővérek közé hív. Én először is az iskolanővérekkel az én földim, Lita nővér beöltözésén találkoztam Debrecenben, akkor én ott voltam. 57-ben, és nekem az imádságos lelkület, mert kint voltunk így az udvaron, kertben, és gyönyörűen imádkoztak is. Meg hát akkor én már, nekem az volt a szándékom, hogy én bejövök. Nem is tudtam főzni, de aztán a magam kínján megtanultam, 4 asszonnyal főztem, 90 emberre főztünk, de az nagyon szép volt, ha nehéz is volt, mert sok öröm volt a dologban. Ugye karácsonyra megsöttük a tortát, akkor megsöttük a kalácsot, hát szóval szép volt az az élet. Végül is az ének is, meg az Isten dicsőítés is végig vonul az életemen, és ezt is hát részint a családomnak köszönhetem elsősorban, meg egy piarista atyának, aki itt Debrecenben volt. Az Úristen mindig ezt is megtapasztaltam, hogy ad ahhoz erőt, amit hát elénk ad. És így vagyok, azóta is így kerültem a vakokhoz is, hogy amilyen gombolyagot elém gurít, a jó Isten annak a fonalát nekem föl kell venni. És ott áldás jön rám is, meg azokkal is, akikkel foglalkozom. Jelöltként voltam az egyetemista, a piaristáknál gyakorlatoztam, tehát gyakorlótanításon. A Schwarz tanár úr, a fekete tanár úr volt, rettegett. Én is rettegtem tőle. Nagyon igényes volt, nagyon sokat köszönhetek neki. És valahogy a tanári munkámban én is ezt követtem, hogy igen, pontosságot, szigorú vagyok, de azért, mert ezzel szeretem a gyereket, ha én minél többet adok neki. Ha elnézem, hogy linkeskedik, vagy akkor nem fogok tudni mindazt, amit át szeretnék adni, nem fogom neki tudni átadni. Mosókonyhában voltam 32 évig, utána kivettek onnan, mert Irén nővér, akivel együtt dolgoztam, az meghalt. Őtől letanultam ezt a kézi munkázást. Nagyon türelmes nővér volt, szigorú volt, és hálás vagyok neki érte.
Én nagyon rendetlen voltam, mert sose tanultam rendet, ő mindenre megtanított. Mindig segített rajtam, és egyszer csak megtanultam tőle a kézimunkát is, meg a rendet is. Jó Isten megsegített, mert kapaszkodtam már akkor bele, megszerettem a vallást, a hivatásomat, imádkoztam. Igaz, hogy nehéz volt a magamat megrendezni, hogy jól legyek, de ezért sikerült. Miután tanítani először nem taníthattam, a kollégiumi nevelőtanár tisztem, az lassan hervadt el, mert egyre kevesebb bent lakónk volt, és miután a védőnőképző az mégiscsak egy egészségügyi végzettséget jelentett, így én lettem a betegápoló. Hát kollégiumi betegápoló volt, diákotthoni betegápoló voltam, addig még el nem kerültem onnan. Amikor diákunk visszajön, akkor mind betegápolóra emlékeznek rám, és úgy üdvözölnek. Közben jött ugye az új szabály, amit hát egyszerűen gyönyörűnek találtam. Na, de ez már nem a noviciátusban, hanem egy kicsit később, egy-két évvel. Hogy éreztem, hogy a forrásnál vagyunk. Nem ilyen... Hogy mit tudom én, szerzetesi ruha, meg tehát ilyen külsőség, meg ima, már nem ima, hanem az ima az kellett, de hanem a lelkét próbálták megfogalmazni, a szerzetesség lelkét, és az nagyon-nagyon sokat jelentett akkor is, meg még most is. Mikor beléptünk, akkor elég sok ilyen konkrét, hogy a szoknyahossz, meg a nem tudom hány áldozás, hány mise, vagy milyen imádságok, rózsafűzér, vagy nem tudom, tehát ezek is jók voltak, de ezeket úgy lehetett teljesíteni és kipipálni. De ezt a szabályt már nem lehetett kipipálni. Mert például, mit tudom én, ilyen mondat, hogy a közösség ajándék és feladat. Na most aztán te töprenkedsz azon, hogy na most, ami most történik, az ajándék vagy feladat. Érted? Tehát, hogy ezt neked kell kitalálni, és akkor az Istenhez vinni. Ilyen lélekmunka lett belőle.